Sziasztok, Ádám vagyok, a tech2.hu-t nézitek. Egy igen érdekes termék került most hozzám, aminek nagyon neve sincs, ugye láthatunk a dobozon egy music feliratot, illetve egy HY108-as kódnevet, valamint egy kis autót. Ez tulajdonképpen nem egy gyerekjáték, hanem egy hangszóró, illetve zenelejátszó. Itt látható számos funkció, FM rádió van elvileg benne, microSB támogatás, bocsánat, micro SD támogatás, USB port, illetve MP3 lejátszó, ha minden igaz. Itt is láthatunk angolul több infót erről a játékszernek tűnő és kiegészítőről. Hogyha kibontom, kapunk egy 3,5 mm-es jack csatlakozó hosszabbítót, illetve jack kábelt. Valamint van még egy csak jack kábelünk, USB végződéssel, nem kizárt, hogy ezzel tölteni tudjuk. És hát itt volna a kis autó, ami egy Maseratit formáz, Ferrari sárga színben. Érdekesség, hogy igazából a kerekei mozognak, illetve hát tényleg görgethető, nem annyira egyszerűen picit tapadnak, de tényleg egy játékautónak is megfelelnek. És a kialakítása is tényleg olyan, mint egy hagyományos gyerekjáték. Szóval itt a hátulján már látunk érdekességeket. Itt van a microSD kártyaolvasó, egy teljes méretű USB port, illetve a jack csatlakozó, ami egyszerre szolgál töltésre és akár AUX bemenetre is. Felül pedig vezérlő gombokat kapunk, bekapcsoló gomb és lejátszás, előre-hátra léptetés, valamint talán menügomb. És ha megnézzük az alját, itt van a két kerék között egy hangszóró, ha minden igaz, ha jól látom. Illetve itt van egy kis ajtó, bele is nézünk. Itt található meg a beépített áramforrás, egy akkumulátor. Ez kicsit Nokia töltőnek, bocsánat, Nokia akkumulátornak tűnik, amire a BL5CV jelölés is légerő teljesen utal, 850 milliamperes egyébként. Ha megnézzük, van-e benne annyi töltés, hogy bekapcsoljon. Van bizony. Igazából bekapcsoláskor, amit először megláttunk, kéken világít érdekesen a lámpája. Hátul pedig egy kijelző van, kisméretű kijelző, ez AUX bemenet, FM rádió. Arra még nem jöttem rá, hogy mondjuk hangerőt hogyan szabályozok rajta, mert így eléggé fülsüketítő ez az ugás. Viszont van itt egy memóriakártyánk rajta zenével, megpróbálom ezt csatlakoztatni és erről lejátszani zenét. Rögtön ki is írta a kis kijelző. Rögtön ki is írta a kijelző az SD kártyát. De hát leginkább csak az AUX vagy a rádió. Igen, hát magáról az SD-ről nem nagyon akar lejátszani zenét. Aztán annak is köszönhető, hogy nem a gyökérkönyvtárban vannak a zeneszámok, lehet nem annyira kifinomult. De... Sikerült igazából találnunk egy olyan rádióállomást benne, amin normálisan hallható a zene. Egészen hangos, hangzása nem a legtisztább, nem is egy minőségi kiegészítő igazából, de mindenképpen érdekes. És hát tényleg a Petőfi rádió többek közt egészen hallható, normális minőségbe képes fogni, ahhoz képest, hogy nem látunk külső antennát.
Ez volt tehát egy kis autót mintázó zenelejátszó, beépített hangszóróval és akkumulátorral. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!